Január 21-én csütörtökön vándorlás est lesz a Városi Művelődési Központban. A 19 órakor kezdődő rendezvényen Leporisz Viktor túravezetővel Kovács Zoltán beszélget. A témát a 2015 tavaszi nepáli földrengés szolgáltatja, amit egy vándorláscsoport a saját bőrén is megtapasztalt. A rengéseket a Himalájában hegymászás közben érzékelték, többségük mégis a túra folytatása mellett döntött. A Magyar Kultúra Napján január 22-én pénteken 18 órától a Kultúrházban tartanak ünnepi rendezvényt. A Pázmáneum Polgári Társulás és a Városi Művelődési Központ estjén fellépnek Kollár Katalin és Vadkerti Imre énekesek, a Kicsi Hang versenyeklő együttes, a Komönszki utcai óvodások, Hodosi Gyula költő, a Rozmarin énekkar és a Duna Ág néptáncműhely. Ünnepi köszöntőt Karafa Attila, a társulás elnöke mond. A Magyar Megmaradásért Polgári Társulás január 23-án szombaton iskolaváró rendezvényt szervez a Városi Művelődési Központban. Az eseménnyel az anyanyelvi oktatás fontosságát és a magyar iskolákat népszerűsítik. A 15 órakor kezdődő rendezvényen az Aranykert Bám Színház Vitéz László kalandjai közül az utolsó Kincs címűt mutatja be, míg Vadkerti Imre, Zsakka Attila és Sipos Dávid zenés műsort ad elő.